Az együtt választmányi elnöke Szigetvári Viktor a vendégem. Jó estét! Jó estét kívánok! Előbb búcsúztunk el a Párbeszéd társelnökével. És köszöntöm neki itt az imént. Jobban vannak? Hát és soha nem leszek rosszban demokrata politikusokkal, meg akkor sem, hogyha más stratégiát választanak. Nyilván engem személyesen is ért néhány meglepetés az elmúlt 168 órában, amióta mondjuk mi ketten utoljára beszéltünk, de hát a politika már csak ilyen. De ezt úgy élik meg, mint rejtőhőse, hogy hátában a kés? Túl vagyunk ezen, mert a választók ennél sokkal nagyobb feladatot bíztak ránk, azt a feladatot, hogy leváltsuk 2018-ban a Fideszt, és szerintem utána egy rendszerváltó koalíciós kormányt kell alakítani, és szerintem emiatt ilyen lelkizéssel nem érdemes foglalatoskodni. Egyet viszont egészen biztosan tudok, hogy én miközben erre azért talán ön is tanul. Mindig elmondom, hogy Kunhalmi Ágnestől, Márton Rolandon át, nem tudom, Vadai Ágnesig, és akár Párbeszédes jelöltekig szerintem öröm lenne visszalépni, azt fogadják el, hogy mi abban hiszünk az együttben, hogy miközben szükség van együttműködésre, a választók egy igen jelentős része, és én azt látom, hogy főleg a fiatalabb választók igénylik a megújulást, és ebben a megújulásban az együtt egy versenyképes sajátot próbált. De most egyedül tenni. Maradtak. Egyedül nem. Megújulni könnyebb? Nem egyedül kell megújulni, hanem hozzá kell segíteni a magyar politikát ahhoz, hogy ez megújuljék. Én általában egyébként, megint szinte egyedülálló módon, más pártokban is meg tudom találni azokat az embereket, viszont azt látom, hogy a Magyar Szocialista Párt minden ott levő ember, egyes ember iránti tiszteletem ellenére nem végezte ezt a megújulási feladatot, ezért az együtt nem tud közös listát állítani a Magyar Szocialista Párttal, ezért mi önálló listát állítunk, és leginkább azt a vasat ütjük engem a választmány erre határozott fel szombaton, illetve hát Juhász Péter pártelnököt, hogy a egyéni választóketi megállapodást azt minél hamarabb megkössük, ebben teljesen méltányosak leszünk, én még nyitnék ebben az LMP meg a Momentum fele is, mert szerintem, ha ők nem lépnek vissza, és sehol senkivel semmiben nem működnek együtt, akkor azért egy nagyon felelőtlen helyzet áll elő, és egyébként pedig én egy született optimista vagyok. Én azt látom, hogy vannak választók, akik megújulást szeretnének, és azoknak az együtt azzal az elszántsággal fog politizálni, hogy eddig van bennem csalódottság, mert én mondjuk 3 hete pénteken én talán Székesfehérváron tartottam egy fórumot közösen Karácsony Gergellyel, ahol ő nagyon pontosan elmondta, hogy miért a önálló együtt párbeszéd jelöltelődő szövetség lenne a legjobb megoldás. Most már valószínűleg az ellenkezőjét is pontosan el tudja mondani. Így csak, hogy én a politikai... Arról beszéltünk, bocsánat, Szabó Tímeával, hogy ez a politika. Én szerintem nem ez a politika. Én személyesen nem azért lettem vállalkozóból egyszer politikus Bajnai Gordon mellett, és utána politikusból újra vállalkozó, és aztán majd vállalkozóból megint politikus, hogy én a véleményemet hetente változtassam. Én inkább Juhász Péterrel értek egyet, aki ugye 2014-ben meghozta azt a döntést, hogy nem is lett jelölt azon a összefogás listán, amely ugye láttuk, nem tudta agregálni a szavazatokat. Én jobban hiszek abban, hogy az egyéni választókeretekben egy-egy személy mögé, egy hiteles jelölt mögé, mondjuk hallottam itt a harmadik keretről Szabó Tímát, de azért azt a korrektség kedvé jegyezzük meg, hogy ott a harmadik keretnek ma most van egy rendes baloldali egyéni országgyűlési képviselője, a Magyar Szocialista Párt színeiben, a talán kevésbé ismert, de általam elismert módon jó munkát végző Kis László. Tehát ez minimum a Párbeszédnek az új szövetségesükkel meg kell beszélni, hogy ma 4 évet a parlamentben ledolgozott egy egyéni országgyűlési képviselő. Még? Én ebből kimaradok. Én azt tudom, hogy az hát egy... igen, csak önöknek meg akkor nevet kéne változtatni, mert ez az együtt, egyedül, az paradoxon. Nem, mert ugye mi, hát tényleg ön a tanulja ennek. Én vagyok aztán, aki politikusként, egyetlen egyedüli politikusként mindig elmondom, hogy Kunhalmi Ágnes... Igen, Gögő Zoltán, hát tudom, de, tudom. De ezt tényleg tudom, hogy ez a lassan neve. Végig tudom mondani a sorrendet, hogy így van, mondani. Tudok más neveket is mondani, az a helyzet nem én Andrást tudom mondani, de hogy ebben a dologban azért lehet nevetni, csak ugye szerintem koalíciós kormányt kell létrehozni, az utálkozás sehova sem vezet, a megújulás felelőssége, ott van Juhász Péter és az együtt képviselőjelöltjének a vállán, de tudja, én egyébként a magam módján azért is örülök ennek a helyzetnek, mert hogyha a Párbeszéd társelnöke Karácsony Gergely lesz a Szocialista Párt miniszterelnök jelöltje, ugye amennyire ismerem, hogy a Szocialista Párt alapszabályt, akkor ő fogja vezetni a Szocialista Pártnak a választási bizottságát. Ebből ugye egy dolog következik. Karácsony Gergely mondjuk bemutatta Nyíregyházán Lővei Csabát. Azt a Lővei Csabát, aki az együtt önkormányzati képviselője, és hogy egy hosszabban mondhatom, a demokratikus koalíció helyi képviselőivel közösen rúgták ki őket fideszes és helyi szocialista önkormányzati szavazatokkal. És Karácsony Gergely szerint ő egy pompás jelölt Nyíregyházán? Hát ő ezt mondta egy-két hónapja ott Nyíregyházán, és ugye én azt tudom önnek mondani, hogy számomra az összes fanyarságával együtt ennek a helyzetnek az a garancia, hogy Karácsony Gergely pontosan tudja, hogy Baranyi Krisztina tudja Ferencváros Józsefvárosban mondjuk Kocsis Mátét legyőzni. Szerintem ő pontosan tudja, hogy az... tudja képzelni azt a helyzetet, hogy
Karácsony Gergely odáll az MSZP elnökség elő, hogy és akkor én diktálom azokat az együttes politikusokat, akiket én szeretnék. Ne együttes politikusokat mondjon, mert megint kinevethet, de mondja Hatházi Ákos Szekszárdon, mondja, mondja Vadai Ágnestől. Akár, el tudja ezt képzelni? Hát, hogyha változást akarunk ebben az országban, akkor csak ez az útja van neki, mert szerintem én azért tudtam eléállni a választmányunknak most szombaton, és tudtam azt mondani, hogy az együtt belevág ebbe, mert mi szövetség ide, szövetség oda, mi közösségben együtt vagyunk, és mi együtt szeretnénk működni a leghatékonyabb módon azért, hogy ne legyen Orbán kormány, de emelik kell a megújulás és az a cselekvő ellenzéki politika, amit azért 4 év alatt beleraktunk, és más pártok is megmutattak vidéki politikusokat. De azért Belkec Balázs nevét megismerte ez az ország, Bot Tamás nevét, amit Simonka Györgyel harcolt, megismerte ez az ország, Lővei Csabáit megismerte az ország, és hadd ne soroljam fel, miközben én azt is tudom, hogy vannak más pártokban is tisztességes politikusok. Kivette fel múlt hétfőn Karácsony Gergely mondandóját? Nincs erről tudomásom, és ez egy nagyon fontos kérdés, és jó is, hogy erről beszélünk, mert én személyesen azon az egyeztetésen nem vettem részt, az nem volt egy elnökségi ülés, nem tudom pontosan, hogy melyik megbeszélésen történt, még én azt sem tudom, hogy ez hétfőn volt-e, de én nem azért politizálok, hogy ilyen hangfelvételek készüljenek, elrendeltünk ebben az együttben egy vizsgálatot, amit az etikai bizottságunk vezetője. Mi lesz, ha kiderül? El lesz járva az ellen, akinek ez a felelőssége róható. Abban ma egyik... Konkrétan kirúgják? Azt nem tudom, hogy ki kell lerúgni, mert például abban biztos vagyok, és árnyalnám a képet, hogy ami és ahogyan kikerült vasárnap, az biztosan nem az együtt kezéből került ki. Itt hát valaki. Csak annak a kezéből került ki, akinek a mobiltelefonján ott van ez nem a felvétel. Nem közvetlenül, mert ugye ennél pontosan azért, mert már tudok részleteket arról, hogy mi történt valójában, de az egész történetet még nem sikerült felfejteni. Abban engedjen meg, hogy ameddig nem mi láttunk. Mi történt valójában? Nem egy mobiltelefonos felvétel került ki a sajtóba? De ez a része az igaz, ezt nem hát mondom. Hát valakinek a mobiltelefonjában. Igen, de nem ugyanaz, tőle kerülhetett én úgy látom, tovább. Hogy nem ugyanaz az ember rakta ki ezt a felvételt vasárnap, és ennek a végére kell járni, hogy pontosan mi történt. Ezt engedjen meg. Valakinek kölcsön a mobiltelefonját. Történt valami, amit még nem látok tisztán, és ezt viszont tisztázni kell. Viszont ugyanazzal az nyíltsággal fogok önnek beszélni ezekről a kérdésekről, hogyha kiderült, adjon ebben egy kis időt nekünk, és nem fogunk ebben titkolózni. Azt viszont egészen pontosan tudom önnek mondani, hogy voltak a pártomban biztosan olyan emberek egy szélesebb egyeztetésen, ahol én nem voltam jelen, ahol lehet, hogy volt elégedetlenség, hiszen mondjuk én ma azt tudom, hogy a Párbeszédnek van küldőgyűlési határozat, hogy nem mennek közös listára a Magyar Szocialista Párttal. Én ma azt látom, hogy a Magyar Szocialista Párt a mért adatok miatt nehezen kockáztat meg egy két párti közös listát, ahol 10%-ot kell elérni. Van még ebben a történetben rengeteg fordulat, de én nem ezzel akarok foglalkozni. Mi a párton belül kivizsgáljuk ezt a kérdést, és a nyilvánosságot tájékoztatjuk, levonjuk ebből a konzekvenciát, ha egyáltalán olyan közünk volt hozzá, amit egyelőre jelenleg okkal feltételeznek. Viszont ugye az a helyzet, hogy a legfontosabb, hogy az egyéni választókeretekben megállapodjunk, mert rengeteg olyan jelölt van, igenis, szocialista, DK-s, LMP-s, Momentumos is, akinek vissza kell lépni. Két perc, két téma. Feljelentést ez csalás gyanúja miatt ugyanabban az ügyben a Fidesszel szemben, amely ügyben Juhász Péter már megtette. Igen. Miből gondolja, hogy most több esélyük van? Ugye hát szerencsére az állami számvevőszék újra értelmezte a jogszabályokat. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a rendszerváltás óta, nem a 2014. januári szabálymódosítás óta nem lehet olyan típusú nem pénzbeli juttatást elfogadni egy pártnak, mint ahogyan ezt egyébként szerintem a Fidesz is megtette, és a Jobbik is megtette. Csak ma Magyarországon, hogyha valaki fideszesként megy át a piroson, akkor nekik ezt elnézik, hogyha valaki nem fideszesként megy át a piroson, akkor egyébként helyesen megbüntetik. Én ezért sem tudok a Jobbikkal egy ponton túl szolidaritást vállalni. A diszkriminatív jogalkalmazás a probléma. Új tények merültek fel. Látjuk pontosan, hogy majdnem 800 milliót költött a Fidesz a kampányra, ebből a mai adatok szerint legalább 750 milliót vallottak be a szakmai becslők, hogy ők plakátra költöttek, a kettő nem jön ki. Egy állami számvevőszék ugyanazon vizsgálati tények alapján, amelyek itt felmerülnek a Fidesznél, ugyanazon jogértelmezés alapján el kell járni. Az szóvivője azt mondta, hogy azért nem vizsgálták a 2014-es Fidesz költéseket, mert nem kaptak feljelentést ez ügyben. Hát akkor most megteszi. A tekintetben ez nem igaz, hogy Juhász Péter egyébként talán két hónappal ezelőtt... az ASZ-ig nem jutott el, hiszen utasították a feljelentést. Juhász Péter az ASZ elnökéhez is fordult, ebben majdnem biztos vagyok, ez egy rossz kitérő válasz volt. Nem kell ebből őket kiengedni. Ma Magyarországon ez a kettős mérce ássa alá a polgárosodást, ez a kettős mérce ássa alá azt, hogy normális gazdasági gyarapodás. Az ASZ elnökéhez a jog szerint lehet közvetlen bejelentéssel élni, ami az ASZ-t kötelezi vizsgálat elvégzésére? Vagy csak az ügyészségen keresztül, vagy a NAV-on keresztül lehet ide eljutni? Lehet közérdekű bejelentés, nehogy csefére ön is, vagy bármelyik kameraman ebben a stúdióban megteti a bejelentést, mert ugye az állami számvevőszék az egyetlen kijelölt szerv,
Sokan nem tudják, hogy még munkaügyi ellenőrzést is nagyon nehéz egy pártnál elrendelni, hogy megnézzék a szabadság nyilvántartó tömböket, mert azt is az ászon keresztül kell. Az állami számvevőszék viszont most azt mondja, hogy mivel neki feltűnt, hogy a Jobbik olcsón kapott plakátot, szerintem egyébként olcsón kapott, és ez egy tisztességtelen dolog, az együtt nem így szeretné megújítani a magyar politikát, hogy a Jobbik ezt próbálja hazudni. Ezzel együtt ugyanazon nyilvánvaló tények alapján, ha csak kinyitják az óriás plakát auditnak a rendszerét, ahol ezek benne vannak, a Fidesz ellen is el kell rendelni a vizsgálatot. Na a másik gyorsan, a Fidesz megnyerte a solymári választást. Azt lehet mondani, hogy ez papírforma volt. Ő mégis azt mondja, hogy voltak éppen nyert az ellenzék, mert össze tudott fogni, a Jobbik nem indított ellenjelöltet, és egy nagyon tisztességes eredményt ért el. De hát végül is ez vereség. Ez mire mozgósít 2018-ra? Nem illik a kérdést helyesbíteni. Én a vereséget nem minősítem győzelemnek. Csak egyet tudok. Solymár az a budai agglomerációnak hát hagyományosan az egyik legjobb oldalibb települése, amely ugye most jelenleg Budaörssel, Budakeszivel, Biatorbágyjal van együtt egy választókerületben. Meg lehet nézni a korábbi adatokat abban a konkrét szavazókörben. A Fidesz egy fikacimmal sem növelte, inkább csökkent a támogatottsága, a baloldali, zöld, liberális mozgalmak által közösen támogatott egyéni jelölt, az nagyon sokszorosan megnövelte a szavazószámot. Én azt gondolom, hogy ha ez a helyzet Solymáron, és jó kampányt folytat az ellenzék, és az egyéni választókerületekben, hogy most Kis László vagy Szabó Tímea javára, azt majd dönts el az MSZP és a Párbeszéd, de egy-egy jelölt javára minden egyéni választókerületben visszalépünk, akkor ebből a számból én a magam, talán szerintelenül mondom, némi választási szociológiai tapasztalatával Budapesten 4 választókat kivételével biztosan meg lehet nyerni az ellenzéknek Jobbik nélkül, és Pest megyében is legalább Érdet, Szigetszentmiklóst vagy akár Dunakeszit is át lehet fordítani, csak azért, mert beragadt a Fidesz, sokan mentek el nekik, de nem többen, a közvéleménykutatók nem hazudnak, de nem áll 60%-on a Fidesz. Ma szerintem országosan valójában a Fidesz 42-43%-on áll, ez még csökkenhet a kampányig. Egy jó ellenzéki versenyben igenis kellenek, ebben nem értek egyet Szabó Tímeával, kellenek a külön listák, mert vannak olyan listát állító pártok, akik senkivel sehol, mint az LMP nem működnek együtt, vannak olyan egyéni választókedben együttműködő pártok, mint a DK vagy akár az Együtt, és nyilván ebben elkülönülnek az alternatívák. Én azt tudom mondani, hogy én ott álltam Karácsony Gergely mellett 3 hete. Ő akkor az alapjövedelemről beszélt, hogy azt a Párbeszéd bevezeti. Ez ma a Magyar Szocialista Párt programjában nincsen benne. Az Együttel lehetett volna erről beszélni, mi minimum jövedelem pártiak vagyunk, ez benne van a programunkban, a Szocialista Párt programjában nincsen benne. Szerintem jó társai lettünk volna a Párbeszédnek, magunkban is meg fogjuk harcolni ezt a dolgot Juhász Péterrel és Baranyi Krisztinával és Hajdú Nórával, és egyébként egyet tudunk. Ezt az alternatívát, amelyet hát Bajnai Gordontól örököltünk, már csak becsületből is képviseljük, és egyéni választókedben meg mindenkinek visszalépünk, aki győzni akar, mert nem 2022-ben kell nyerni, hanem 18 tavaszán. Minden egyes egyébként elegáns mondatával egy kicsikét nyírta a fát Karácsony Gergely alatt, de értem a helyzetet, köszönöm szépen. Nagyon kedves volt, köszönöm.